A kommunistáknál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más, normális, azaz nem kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így hív, lelkiismeret. A kommunista eltorzult lélek, egészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista. Nincs olyan vastag, bőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak személyes boldogulása úgy kívánja. Jó napot kívánok! A Hungária Televízió speciális adását fogják Önök most látni. Ez egy olyan különleges nap, egy különleges adás, ahol kizárólag egyetlen egy vendégünk van, és ő is csak telefonon tud bejelentkezni itt hozzánk. Madar Miklósról van szó, arról a gazdáról, aki a debreceni akugyár építés kapcsán a legnagyobb sérelmeket szenvedte el, és én nem is akarok itt sokat beszélni az elején. Elsősorban azért tettem fel a fejemre ezt a sapkát, amit ajándékba kaptam annak idején a Magyar Önvédelmi Mozgalomtól, mert azt mondták, hogy én tiszteletbeli tag vagyok. Tehát, mint Magyar Önvédelmi Mozgalom tiszteletbeli tagja is, kérdezem Madar Miklóst, hogy kedves Miklós, akkor mondd el azokat a gondolatokat, amik benned feszülnek. Parancsolj! Üdvözöllek, Gábor! Szót kértem tőled, hogy rajtatok keresztül eljussanak ki gondolataim azokhoz, akik már nem találkoztak a magyarság egy kihalt rétegével, a két világháborút megjárt magyar parasztsággal, melyeknek gondolkodásmódja, lelkivilágja, értékrendje merőben különbözött attól, amit ma tapasztalok a magyar lakosság körében. Ezek az emberek eltűntek, és úgy látom, szellemi örökségüket, erkölcsi tartásokat nem tudták továbbadni. És én úgy gondolom, hogy komoly politikai erők munkálkodtak azon, hogy ezt ne is tudják továbbadni. És hogy miért tették ezt, és hogyan, és mik ennek az eredői, erre szeretnék rávilágítani. Elsőnek fel kell tenni a kérdést, hogy miért kellett elválasztani a magyar népet a földtől a Rákosi korszak alatt vérelés erőszakkal. Korán sem a modern mezőgazdaság kialakításáról volt szó, mint ahogy azt akkor mondták, mert attól még a tanyavilág a helyén maradt volna, ugye a képesítés és modernizáció még minden gond nélkül alkalmazható lett volna. Az igazi indokot a pszichológiai hadviselésben kell keresni. Ha valaki a magyar pusztákon nő fel, annak kialakul az a lelki tulajdonsága, hogy lélekben szabad lesz és nem tűr magán szolgaságot. Én nem igazán tudom szavakba önteni, hogy hogyan formálja egy ember lelkét a magyar táj, viszont Petőfi soraiból tisztán látszik, miről beszélek. Így szól az idézet. Az a görbe felföld hegy és völgyeivel, könyv, mennek számtalan lapját forgatni kell. De te alföldem, hol hegy után hegy nem kél, olyan vagy, mint a nyílt fölbontott levél, amelyet egyszerre átalolvashatok, s vannak beléd írva szép nagy gondolatok. Mind sajnálom én, hogy egész életemet itt kinn a pusztákon töltenem nem lehet. Itt szeretnék élni a puszták közepén, mint Arábiában a szabad beduin. Magyar puszta, te vagy a szabadság képe, és szabadság te vagy lelkem istensége. Ebben a versben az egész magyar nép szabadságvágya tükröződik, amely mindig útjában volt annak a hatalomnak, amely szolgasorba és pusztulásba akarta a magyar nemzetet dönteni. Ez forradalmaink és szabadságharcaink érzelmi alapja. És ennek a szabadságvágynak a forrása az a lelki világ, ami a nomád pusztai létformából ivódott belénk. A magyar föld, a magyar táj nem csak élelemmel, hanem emberi tartással is táplálja a fiait. Amikor egy népet le akarnak igázni, először a szabadságvágyukat kell már gyerekkorban elpusztítani, hogy ki se alakuljon. Ezért rombolták le a tanyavilágot a bőrkabátos AVH-sok, hogy a magyarság el legyen tépve attól a szellemi érzelmi forrástól, amit a táj és a természet és az ősi létforma és a hagyomány szolgáltatott. A kulákoknak gúnyolt földművelőknek először elvették földjeiket, házaikat, teheneiket, sertéseiket, lovaikat, lelőtték kutyáikat a szemük láttára, amelyhez érzelmileg kötődtek, hogy lelküket megtörjék.
majd internálták őket majorságokba, embertelen körülmények közé, majd felajánlották nekik, hogy vagy itt marad, vagy bemegy a városba panellakó proletárnak. Mert ezek a gyilkosok tudták, hogy egy panelban született gyereknek az érzelmi világa nem ugyanaz, mint egy vidéken élő gyereknek, aki a természetet látja maga körül. Nem csak a természet lélekformáló szépségétől van elszakítva, hanem attól a közösségtől is, akik régen a falmakban a magyar nemzettudatot adták át a felnövekvő generációknak, meséikkel, történeteikkel, táncaikkal, dalaikkal. Vajon ma Magyarországon hány anya van, aki népdalokat tud énekelni a gyermekének? Hihetetlenül kevés. A népdalok helyett ma az amerikai néger gettó rap van már 30 éve népszerűsítve a hazánkban, a legalpári stílusban. Valóságsó, külföldi tévésorozatok, ami mindent formál egy magyar fiatal értékrendjében, csak hazaszeretetet és erényeket nem. Bűnözők, züllött nők a példaképek. A becsület megvetett magatartásforma. Szókincsünk lassan lecserélődik, értékrendünk a legtorzabb aspektusokat veszi fel. Ez a pszichológiai támadás a legveszélyesebb minden hadviselés között. Berzsenyi Dániel sorai most válnak érvényessé. Mi a magyar most? Rút sibarít a váz, letépte fényes nemzeti bélyegét, s hazája feldúlt védfalából rakpalotát heverő helyének. Elődeinknek bajnoki köntösét s nyelvét megunván rút idegen cserélt. A nemzet őrlelkét tapodja, gyermeki báb puha szíve tárgya. Magyarországon Rákosi óta a panelban kialakult egy olyan nemzedék, aki nem kötődik a nemzeti kultúrájához, történelméhez, a földhöz, a tájhoz, pedig a Debreceni Agráregyetem bejáratánál ez a sor olvasható. A föld szeretete, a haza szeretete. Magyarul azt akarom mondani, hogy akiben nem alakul ki a hazaszeretet, az nem fogja a hazáját megvédeni, sőt anyagi megfontolásból cserben is fogja hagyni. Pedig egy ember nem érdekből szereti a hazáját, hanem érdekei ellenére is szereti a hazáját. És ha egy ember lelkében nincs meg ez az érzelmi faktor, akkor csak az az üzleti faktor fog létezni. Az az üzleti faktor üzleti szempontból sokkal inkább előnyösebb amerikainak, vagy kanadainak, vagy ausztrálnak lenni, mint magyarnak. Pont ez az, amit a hatalom el akart érni, és el akar érni ma is, azzal, hogy a paraszti létformát ellehetetlenítették fegyveresen és jogilag, és financiálisan. A rendszerváltás után megszüntették a falusi közszolgáltatást, orvosi ellátást, felszámolták az élelmiszeripart, mely a kisbirtokok megélhetését vidéken lehetővé tette. Hogy a panelgettókba kényszerítve, lelkileg, érzelmileg megnyomorodva, a hazaszeretet érzése nélkül az újabb nemzedékek ne álljanak ellent azoknak a kormánytörekvéseknek, amely arra irányul, hogy elhagyják a hazájukat, és ezt az életteret engedjék át nekik. De nem csak a hazaszeretet áll útjában a mai politikának, hanem a becsület is, amit büszkén vallok, hogy ismérve volt a magyar népnek. Hogy a becsület szó mennyivel többet jelentett csak egy generációval ezelőtt. Arról hadd mondjak el egy személyes történetet. 1986-ban, amikor a Debreceni Vasutas Sportklub birkozó palántája voltam, egy kisebb versenyen vettem részt Karcagon. Néhány másik gyerekkel elszaladtunk a közeli kocsmába szendvicsért. Ott a pult mellett állt egy öreg juhász, csizmában, kalapban, szűrben, juhászoltra támaszkodva. Nézett minket, majd odaszólt egy püspökladányi birkozó gyereknek. Téged nem faragónak hívnak? Ő azt felelte, de igen. Erre a juhász azt felelte, akkor gyere velem, 40 éve rád várok. Kiderült, hogy a nagyapja arca után felismerte az unokáját egy parasztembernek, akit kulákként vertek agyon a hortobágyi internáló táborban. De mielőtt elvitték, elásta vagyonát egy gémeskút mellé, Karcag és Püspökladány között. És a juhász 40 évig nem nyúlt hozzá, hanem most, hogy találkozott az unokájával, megmutatta neki, hol van elásva a nagyapja vagyona. Ez a becsületnek és az erkölcsi tartásnak egy olyan szintje, ami úgy gondolom a magyar nép legnagyobb részét jellemezte akkor. Vajon a mai magyarok között hányan lennének, akik 40 évig nem nyúlnának hozzá? Fontos tényező volt, hogy a magyarság erkölcseit felszámolják, mert a becstelen emberek sokasága adja a hatalomnak azt a segítséget, hogy a magyarság maradék becsületes részét elpusztíthassa, mert azok útjában állnak a hatalomnak, mert a becsületes ember ki kell a becstelenség ellen. És a hatalomnak sikerült elérnie évtizedek alatt, hogy a magyarság jelentős részének erkölcse megváltozzon. Ide vonatkozik Jókainak egy sora, amely így szól. Rettenetes, hova erkölcstelenedik a magyar nép a nyomás alatt. Ez az őszinte nyílt szívű faj. Tanul csalni, visszacsalni, hazudni, hamisan esküdni. Idézőjelbe zárva.
Ezt nevezik pszichológiai hadviselésnek. És mi lesz egy magyar emberből, aki USA-ban, Kanadában vagy más multikulturális olvasztótégeibe kerül? Sokan azt mondják, hogy egy olyan ország, ahol sokfajta kultúra találkozik, egymás gazdagítja. Akkor én felteszem a kérdést, hogy például a magyar kulturális örökség van-e olyan gazdag, hogy betölti egy ember szellemi, érzelmi tárhelyét? Van-e nekünk annyi népdalunk, néptáncunk, versünk, mondánk, regényeink, színpadi műveink, zeneműveink, melyet meghallgatni, végigolvasni, megtanulni, értelmezni, érzelmileg feldolgozni, ápolni és továbbadni, és abból táplálkozni elegendő anyag egy ember számára? Én bátran állítom, hogy igen. Lehet-e egy ember birtokosa 100 vagy akár 10 nemzet kultúrájának úgy, hogy a sajátja rovására ne menjen? Erre a kérdésemre Madács adta meg a választ 150 éve. Egyet bánok csak a hazafogalmát, megállott volna aztán úgy hiszem az új világrend között is. Az emberkemel korlátot kíván, fél a végtelentől, belterjében veszt, ha szétterül. És ezt a gondolatot, mint a Vörös Marti folytatná, egész világ nem a mi birtokunk, amennyit a szív felfoghat magába, sajátuknak csak annyit mondhatunk. Az egész világ nagy tenger egy kebelnek, megférhetetlen oly kicsin tanyán. Bocsánat, hogyha a beszédemben a magyar irodalomból túl sokszor idézek, de ezt nem romantikából teszem, hanem mert úgy gondolom, hogy az az irodalmi örökség, amit ránk hagytak nagyjaink, az a magyar lét és lélek kérdéseire egy minden tekintetben kimerítő választadó kulcsforrás. Én Kanadában azt tapasztaltam, hogy az európai és más nemzetállamokból odavándorolt 100 féle náció egy-két nemzedéken belül elveszíti a saját kultúráját, melynek helyét átveszi egy közös valami, és így elveszik az a 100. Amikor 10 féle festéket összekeverünk, akkor nem sok színt kapunk, hanem csak egyet. Ha azt akarjuk, hogy a világ kultúrája sokszínű legyen, akkor a kultúrákat nem keverni kell, hanem határokat húzni a nemzetek közt, a nyelvek közt, ahogy az eddig is volt. És ezen határok által körbefogott terület legyen szent és egy nemzet tulajdona. Mi lesz a magyarok kultúrájából, ha ide jön több millió kínai, ahogy annak terve már körvonalazódik? Hogy a lényegét összefoglaljam a mondani valómnak, a Magyarországot uraló politikai erők az utóbbi 70-80 évben azért pusztították el a magyar parasztságot, és legfőképpen annak szellemiségét, hogy az ma 2023-ban ne akadályozhassa meg a magyar termőföld elrablását. Volt már erre példa a magyar történelemben. Egyes történészek szerint 1514-ben a bécsi udvar mögött álló bankárok azért provokálták ki a Dózsa-féle parasztfelkelést, hogy annak eredményeként elpusztuljon a magyar parasztság, a honvédelem legfőbb bázisa. A kevés létszámú katonaság következménye pedig a mohácsi vész lett 1526-ban, mely az ország három felé szakadását eredményezte. És mint tudjuk, a Felvidék és annak aranybányái, mely az akkori Európa aranytermésének 5/6-át adták, mind a bécsi bankárok kezére jutottak. Ezt a stratégiát már alkalmazták ellenünk, hogy elvegyék a hazánkat. Annyi a különbség, hogy most nem a határokat tolták el, hanem magát a termőföldet rabolták el, amit így már soha nem lehet visszaszerezni. Ez egy akkora tragédia és akkora hazaárulás és akkora katasztrófa, amit fel sem fognak még most az emberek. Ha felfognák, haladéktalanul az életük árán is megpróbálnák megvédeni a termőföldet. De a magyar parasztság, ami megvédte volna, az ki lett írtva fizikálisan és szellemileg is. A termőréteg az, amely soha nem fog regenerálódni, és alapjaiban rendíti meg a magyarság létét. És azt is látnunk kell, hogy a földrablás, ami jelenlegi hatalom most végrehajt, az nagyon régi terv, mert azt Rákosi kezdte el előkészíteni, az 50-es években a földet védelmező paraszti réteg felszámolásával. Tehát semmiféle rendszerváltás és hatalomátvétel nem történt. Még annyit mondanék el, amint talán kevesen gondolkoztak el, hogy pontosan miért is szent a haza földje. Hogy megértsük ezt, fel kell tenni egy kérdést. Van-e joga a bantu négereknek vagy az araboknak milliószámra idejönni, magukat magyar állampolgárnak nevezni, és elvenni a mi gyerekeink munkáját, életterét, és használni mindazt, amit a mi őseink építettek fel? Ha azt mondjátok, hogy nem a válasz, akkor van egy rossz hírem. Akkor nekünk magyaroknak sincs jogunk elfoglalni se az angolok, se a svédek, se a németek életterét. Mert ha nekünk jogunk van ehhez, akkor mi is elbuktuk azt a jogot, hogy megtagadjuk más népektől, hogy itt telepedjenek le.
Tehát ebben az értelemben ez az ország az egyetlen, ahol jogod van élni. Ez az egyetlen föld a világon, amihez jogod van, mert a többit mind másoktól kell elvedd, és az jogtalan. Ha nem jogtalan, akkor bárkinek joga van elvenni tőled ezt. Ezért szent a haza földje, mert nincs más hely a számodra. Ugye ismerős ez a mondat. Az életed függ tőle, ezért szent a haza földje. És ezért kell az életed árán is megvédened. Köszönöm a figyelmeteket. Miklós, én nagyon örülök, hogy ezt szépen így egyfolytában felolvastad, de be kell valljam őszintén, hogy engem egyrészt padlóhoz is szögezett az, amit most elmondtál, magam is ugyanígy gondolom, ahogy elmondtad, de az az érzésem, hogy sajnos abban neked tökéletesen igazad van, hogy az a bizonyos gerincpuhítás, ami persze gerincroppantással kezdődött 1945-ben, sőt, ez megkezdődött már Trianonnal, sőt, ez megkezdődött már 1849-ben is, amikor a cári hadak végső soron egy teljesen független, tőlük legalábbis független állam belügyeibe beavatkoztak. Ez a bizonyos gerincroppantás, illetve gerincpuhítás, ez olyan komolyan működik, hogy amit te most itt elolvastál, annak sajnálatos módon azt kell mondjam, hogy nagy részét nem fogják az emberek érteni. Az, hogy hány magyar nemesen gondolkodó ember van, fogalmazunk egyszerűen, az, hogy hány magyar nemes van, az bizony akkor fog kiderülni, amikor a vármegyei autonómia kapcsán fel fogunk lépni, és azt fogjuk mondani, hogy igen, vármegyei autonómia volt Mátyás óta, tehát több mint 500 éve. 1946-ig volt vármegyei autonómia, amikor a szovjet hadsereg vezetése ezt tulajdonképpen erőszakkal fel nem számolta, hiszen zsarolással kényszerítették rá az akkori magyar országgyűlést, amelyet egyébként akkor nemzetgyűlésnek neveztek, pedig nyíltan ki kell mondjuk, hogy a nemzethez az akkori gyülevész népségnek már nem túl sok köze volt, már akkor sem volt sok köze, amelyről itt most te beszéltél. Én nagyon szeretném, hogyha sokan megosztanák. Én nem is teszek fel kérdéseket, mert annyira kimerítő volt, amit elmondtál. Úgyhogy kedves nézőink, elbúcsúzunk. Nagyon kérem önöket, osszák meg ezt a felvételt, és ne felejtjék el, a Hungária Televízió azzal foglalkozik, hogy minden olyan ügyet megpróbál kiteríteni, és kideríteni a mögötte lévő igazságot, amit a színfalak mögé rejt a politika, pontosabban a pártpolitika. Kérem tehát önöket, vegyék komolyan, amikor azt mondom, hogy Magyarországon egy pénzdiktatúra van, amely valójában, hiszen jó, hogyha tudjuk ezt is, egy médiademokrácia, vagy fogalmazhatok úgy is, hogy inkább reklámdemokrácia? A pénz által működtetett reklámdemokrácia. Ebben a reklámdemokráciában az igazi gondolatok csak úgy juthatnak el mindenkihez, ha önök megosszák ezt a felvételt is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Isten áldja önöket!